Sziasztok, Scam13 vagyok, és folytatom a FIFA 17 Ultimate Team sorozatomat. Ugye egy kicsi csok idő telt el az előző rész óta, ennek én is örülök, csak hát sajnos nem tudtam folytatni, viszont most akkor tudom is. És akkor hamarosan bele is fogunk vágni a meccsekbe. Ugye itt látható a csapatom, bár egyelőre változás nem történt rajta. És amit még meg szeretnék csinálni, hogy kaptam a Journey-ért egy ilyen long player packet, és hát ha kapok belőle valami jó kis... Nem, ez egy szar. Szóval nem sikerült. Azt hittem valami jó kis Premier League-es játékost tudok kapni, de hát nem sikerült. Úgyhogy ja. És akkor az előző videót hát ugye nem a legszebben fejeztük be, egy kis laggolás miatt elment a kedvem az egésztől. Remélhetőleg most nem lesznek ilyen problémák. Bár ez nem mindig csak rajtam múlik. És akkor most úgy gondolom, hogy mivel még nem járt le senkinek a szerződése, bár ugye látható, hogy Butlernek már csak egy van, ezért most elmegyek egy meccsre, és hát meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Nézzük is. Ugye megkaptam a kis üzenetet, hogy Butlernek egy meccse van még, de hát ezt eddig is tudtam. Ellenfelünk pedig Villafranche US, akinek egy hibrid csapata van, francia és olasz ligás játékosok, hát nem igazán ismerek kb. Egyet se. Azt tudom, hogy Melez ott egy csatár, azt annyi, a francia meg az olasz ligát nagyon nem követem. Nem tűnik rossz csapatnak, és az összhangja is jobb, mint az enyém, úgyhogy kíváncsi vagyok. Na nyomjuk neki. Fönt, úgy, Ali. Ó, de szép megindulás, nagyon jó. Már kapus kifogta fenébe. Nagyon szép. Lehet menni. Lőd be! Jó, 1-0 ide, szavasz. Kipatta a gól, de nem baj, az a lényeg, hogy nem van. Kapus nagyon szépet mentett az első lövés után, de Perez ott volt és berúgta. Úgyhogy 1-0 ide, szép. Hát nem volt egy nehéz feladata, bár a kapus majdnem kifogta ezt is, de azért azt már nem kellett volna neki. Szóval 1-0 ide. Oké. Nagyon jó. Föl. Ott megy. Elakad. Ne! Je! Baszki! Kifogta ezt is a kapus. Jókat támadok, de nem tudom rendesen befejezni még egyelőre, hogy nagyobb legyen az előnyöm. Vábué nem ehet. Csinálunk egy jó kis beadást. És gyönyörű, úristen! Kegyetlen gól! Ez nagyon szép fejes volt, mi a fele? Hát ez egy gyors 2-0. Eddig jól alakul a meccs, nekem tetszik. Ne. Jó. Allinál maradt. Honnan berúgta? Vi! Húha! Jézusom, mi volt az a gól? Ez hogy? Csori kapus baszki beszopta a bugyit. Jó van, Bolászival nem mindig voltam megelégedve, de ezt most megoldotta. Hát ez gyors 3-0 ide. Hú, de szép volt. Hát, ez nagyon megetetett most, Jézusom. Hát ez megérdemli. Ott megpróbáltam még becsúszni, hogy elérjem, de az se sikerült. Úgyhogy sajnos 3-1 van. Nem már! Nem tudom, mi ez a védelem, ami most van. Nem tudtam rendesen koncentrálni megint. Nem már! És bazd meg, kiegyel itt a fél idő végére. Hát ezt hogy? Megetette megint az összes védőmet. Hát ezt nem hiszem el. Hát az első fél időben 3-3-ra visszahozta, fene tudja hogyan.
Hát jobban kell védekeznek, az biztos. De megpróbáljuk megnyerni ezt a meccset, mert simán meg lehet, csak rossz volt a védekezésem. Úgyhogy most ezt meg is teszem, hogy megnyerem a meccset. Ennyi. Gyönyörű. 4-3. Szép felépített támadás, és meg is van. És Perez megint nagyon szépen bal lábbal berakta a bal pipába, vagy ez a jobb. Igen, a jobba. Bocs. Szépen felépített támadás volt amúgy, ott meg lett etetve a védőcsori. És 16-ról szépen bead a fölülre, és Pereznek ez már a harmadik gólja, úgyhogy mester 3-as. Jó, elakadt. Kapufát rugott a gyerek, Jézusom! Mondjuk igazából visszapattant hozzá, szóval amúgy se érdemelte volna meg a gólt. Jó, megvan. Indulhat Gomis, de ő rossz helyzetben van, visszapassz. Föl. Ott van Perez. Mellé rúgja, de nem á! Fenébe, jó lett volna még egy gól, és akkor úgy megint egy két gólos előny. Ennyi, 5-3. Remény, ez az. El kéne érni azt, hogy annyi akkor előnyöm legyen, hogy kilépjön a srác, mert lehet, vissza tud jönni. A támadásai nem rosszak, viszont ő is olyan szarul védekezik kb. Mint én. Ugye amikor megvolt a 3-0, akkor már tökre örültem, hogy hú, még egy gól talán kilép, de visszahozta 3-3-ra. Most viszont itt van az 5-3 előny nálam. Most megpróbálom nem elveszíteni. Ú, de szép volt Butland. Jól van. Ott megy Gomis, akitől elveszik a labdát. De már a hosszabbítás van, úgyhogy ezt a meccset tutira megnyertem. Samson? Taka. Kapok egy sárgát, leszarom. Milyen piros? Ez hülye. Hát akkor pirosat kapok. Ez van. Hát te kapja már be. Tökéletes szabadrúgás az ellenféltől. Jó, kapus kifogta, szép. Lőtt ki. És itt a vége. Hát 5-3-ra sikerült nyerni, igen. Emiatt láthatjátok, ezt tudom nektek ajánlani, hogy Lucas Perez mindenképp vegyétek meg csatárnak, mert tényleg kegyetlenül jó. 6 lövés, 4 gól. Az igen. Hát eléggé ő hozta le nekünk a meccset, ugye? Itt is jól érkezett, szóval a helyezkedése is, jó a lövése is. És tök olcsó játékos. Hát ezt... Amúgy Butland is nagyon jól védett, ha nem engedte volna be azt a 3 gólt, akkor még úgy boldogabb is lennék. Viszont sajnos Barragánt kiállították, úgyhogy ez kellemetlen. A 90 plusz nem tudom, hanyadik percben. Hát igen, igen, Lucas Perez a 10-es értékeléssel, Alli a 9,5-tel, Bolázi is 9,1, úgyhogy ez szép volt ez a meccs. A védekezésemen még kicsit kell javítani, de nem lesz gond. 1423 zsetom, nagyon jó. Most viszont mindenképpen kell vásárolnom valamilyen játékost, még csak 6 ponton van 4 meccs után. Belehúzunk, srácok. Ugye Butlernek most lejárt a szerződése, most minimum egy játékost fogok venni a csapatomba így a vágás közben, úgyhogy majd utána visszatérünk. És itt látható az első játékos, akit meg fogunk venni, és konkrétan kegyetlenül jól jártam, ugyanis nézzétek meg, itt vannak 4000 érők, és nekik csak 7 szerződésük van, neki csak egy, és neki pedig 42, szóval neki nem fog kelleni szerződéskártyát venni, az tuti. Úgyhogy őt meg is vettem. Úgyhogy kiderül, hogy még fogok-e venni valakit, ha igen, akkor azzal még jelentkezek. És itt látható a következő dolog, amit meg fogok vásárolni, ez egy hát, szerződés, ugyanis kedves Lucas Perez barátunknak lejárt a szerződése, úgyhogy menj már innen. Úgyhogy neki
be is aktiválom ezt gyorsan. És mivel ő egy kegyetlenül jó csatár és nagyon jól működik, ezért ezt most megadom neki. Szerintem ő itt lesz még nagyon sokáig a kezdő csapatunkba. És akkor maradt még 1200 zsetonom, amivel nem hiszem, hogy bármit tudok majd kezdeni. De ha igen, akkor azt még megmutatom, ha nem, akkor menjünk a következő meccsre. És akkor itt látható a mostani csapatom. Ugye megvettem Butlandet, és ő akkor most már véglegesen itt marad a kapuba. És mivel Barragán lesz piros lapot kapott egy meccsre, ezért ezt az Mbengue-t tettem be balhátvédnek, aki amúgy nem is annyira rossz, hiszen így is 80-as az összhangom, és egész jó adatai vannak hasonló Barragánéhoz. Majd egy balhátvédet mindenképpen kell vegyek a jövőbe, azután is picit nézelődtem már, vannak is ötleteim, hogy esetleg kiket vernék oda meg, de most jelen pillanatban ezzel a csapattal fogok menni, és jó is, hogy eltekeltem így ide, hiszen az fitnesszek nem a legjobbak, úgyhogy most még fogok rá nyomni egy fitness, megnézem, hogy van-e, ha nincs, akkor veszek, de inkább majd én megveszem magamnak, hogy minél olcsóbb legyen, úgyhogy azt rá is nyomom, azt szerintem már nem fogom belevágni, és akkor utána mehetünk is egy meccsre. És akkor rá is nyomtam a fitnesst a játékosaimra, úgyhogy mehetünk is a második meccsre a videóba. Ugye itt látható a csapatom, ezzel fogok most menni. Remélhetőleg megint sikerül győzni, mint az előbb. Most megpróbálok a védekezésre is jobban odafigyelni, az előbb nagyon nem sikerült. Bár a második fél időben nagyon jó voltam, hiszen minden támadását kivédtem. De ez most nem is lényeg, menjünk és nyerjük meg ezt a meccset is. Hungária neve szépen ível odaírva, lehetséges, hogy egy magyar csávót fogtam ki. Ha nem, akkor nem. De eléggé Hungária neve a csapatának. Ez egy alakulóban lévő, La Liga csapat. És még két bronzjáték, nem, egy bronzjátékossal ott elől. Hát, alakul ez tényleg. Sirigu, Coentrao, meg Koke, meg talán Thiago, meg az a Gameiro csatár talán az Atletico-ból, nem tudom. Ez a mezem. Ejha. Jóha. Na nézzük, meg tudjuk-e nyerni a meccset. Bellerin? Akkor nem Bellerin. Fenébe a kapus kifogta. Sirigu. Ugazd meg. De szép. Mekkorát védett Butland. Nagyon szép. Jó, kifejeltük. Jézusom. Igen, hogyha egy jó játékoshoz pattan ki a labda, a FIFA-ban még mindig lehet ilyen bomba gólokat lőni. Azt a picsa. Hát ez nagyon beakadt neki. Próbáltam be jobb hátvéddel, baszki. Na, kumázlista volt csak. Nem áll Perez, hát ez ennél jobb lehetőség volt, mint hogy így elkúr. Jó, szép passzjáték, fölhúzzuk, és Alival rálőjük, kipattan, kapus meg... Így, de szép. Ó, mi? Azt hittem, az gól, de... Ez komoly? Jó, hát igen. Erre lehet mutogatni. Ez mi volt? Hát ilyen labdát kapni. Na most, javítsd ki. Te, de mi ez? Mi ez? Jó, ezt a gomiszt, ezt le fogjuk cserélni, én úgy érzem. Kb. 3 méterről kihagyja. Majd a következő lehetőségnél egy... Akkora kapufát rúg, hogy az hihetetlen. De bezeg a srácnak meg beakadt 20-ról a bomba lövése. Nem hiszem el, bazd meg, hát... Fél méterrel lecsúszott, bazd meg. Méterrel, de hogy méterrel, hát... Nézd meg! Ott tovább gurult a labda, az a gond. Bazd meg! És berúgja.
egyáltalán nem érdemli még a 2-0-át, bár a 11-est azt igen, mert elkúrtam. Kb. Két lövése van, és abból két gól, szóval mázlista a gyerek. De nem baj, a 2-0-át simán vissza lehet hozni. Az előbb is visszahozta a srác, úgyhogy én is megoldom. De miért nem passzolod el, bazd meg? Jó, Gomis elveszi. Gomis megindul, de nem... elég gyors. Jó, hát Perez. Köszönöm. Egyszerűen a Gomis nem szabad használni lövésre, erre már rájöttem. Nem tudom, mennyit láthatok abból, hát kettő lövését biztosan. Szóval futni, elvenni labdát, meg passzolni, ezt egész jól tud, viszont lőni nem. Odaadta Pereznek, első jó helyzetét belőtte. Hát Gomis meg nem. Amúgy ezt még most vettem észre, ezt majd a fél időben akartam elmondani. Mivel úgyis mindjárt fél idő lesz, ezért nem aggódok. Hát ha most még nyomok egy támadást, nem, itt a fél idő. Szóval nem tudom észrevettétek-e, de a játékosai nagyon fáradtak, úgyhogy ebből nagyon sokat fogok profitálni a második fél időben. Hiszen az összesnek, majd nézzétek meg, ott le, ugye a játékosainál ott jobb alul, ha jól tudom, akkor ott meg tudjátok nézni, és hát eléggé el vannak fáradva. Igen, itt láthatóak a Gomis lövések mindenhonnan, és egy sem ment be. 10 lövés, 6 pontos, neki 3 pontos és 2 gól, szóval majdnem eltaláltam a 2-ből 2-t. De nem aggódok, így is megszerzem ezt a győzelmet, hiszen tudom, hogy jobb vagyok nála, szóval hajrá! Jacka, mit csinálsz? Oké, a kapufát megérdemelte, jó. Lőtt egy nagyon nagy kapufát, de visszakaptam, maradjunk annyiba. Jó, szép labdaszerzés. Perez! Jesus, mi volt ez? Jó. Mennyi idő van? 15 perc. Hát de, ne! Mi? Öngolt rugott, köszi, köszi! Ez mi volt, srácok? Stefan Savic, köszönöm szépen, nagyon ügyes voltál. Kilépsz, vagy mi? Vagy cserél, szerintem lecseréli. Mondjuk nem csodálom egy ilyen öngól után. Vagy nem tudom, lehet lesérült valaki-e. Azt is láttam. Amúgy Tiágónak érdemes megnézni a fitnessét, az ellenfél Tiágójának, ha mutatja. Ez zseniális. Nem, ez is mellé megy, hát nem már. Perez. Te jobb lövő vagy. Jó, mehetsz, Gomis. Gomis, rajtad áll minden. Akkor Perezen, megvan. 88. perc, 3-2. Mondtam, hogy visszahozom, srácok. De elmondtam, ez a Gomis, ez nem tud lőni. Most is szépen átvette, leküzdte az ellenfelet, rávitte egyedül a kapura, és kihagyta. Kapusba bele, de Perez megint jól helyezkedett, és 3-2. Megfordítottuk. Mondtam, hogy meg lehet csinálni, srácok. Már csak ki kell vélekezni, hát kéne állni Ultra Defendingre, vagy mi a Park the Bass-ra. Megint szabálytalan voltam, nem baj. Szerintem már ez az utcsó lehetősége amúgy. Ugyanúgy egy játékos ebbe a kapuba. Így, megint rálövi. Nem, most beemeli. Kifejeljük. És kiegyenlít. Hát ezt nem hiszem el. A védelem megdöglött, nem tudom, mi történt, srácok. Ez akkora szopás, komolyan mondom. Így döntetlenezni. Ne! Ilyen nincs! Gomis! Jézusom, jó, visszavontam mindent, komolyan mondom, ez mi volt? Egyedül végigvitte, megint ezt mondom, szóval tök jó a srác, minden, de a lövése nagyon rossz, de most, amikor kellett, akkor belőtte. Visszahúz.
Azt hitte rálövöm, megetettem, és be, hát jó, most kell átállni teljes védekezésre. De most már csak lefújja. Húzz innen, lefújta! 4-3, hát komolyan mondom, azért nem tudom a 3-at mutatni, mert abban még a másik kezemben a kontroller van. Ez egy kegyetlenül jó meccs volt, srácok. Nem tudom, én ilyen akármikor játszok, ilyen rohadt gólgazdag meccseket játszok. Ez inkább azért van, ugye, mivel rossz a védekezésem, viszont támadni meg jól tudok, és az ellenfelek sem tudnak még jól védekezni. Hát ez a gól, ez kegyetlen volt. Hát ez a meccs basszus, szerintem két ilyen gólgazdag meccs szerintem ebbe a videóba így elég. Soka szerintem, tudom. 1428 zseton, de megint ami a legfontosabb, hogy 3 pont. Hát mondjuk, ha ránézünk az adatokra, akkor tényleg megérdemeljük ezt a 4-3-ot. A labdabirtoklás az, aminek kb. Semmi köze nincs, hiszen ugye a labdabirtoklás az azért van, hogy amikor én támadok és megszerzi, akkor őt ugye hátul elpasszolgat, meg amíg elveszti a labdát a középpályáig, az neki több. Na nem mindegy is. Ez a videó, ez jól sikerült, ugyanis 2 meccsből 2. Most többet nem fogok videózni, ugyanis hát ez a két meccs, ez igen hosszú volt ugye a sok gól miatt, úgyhogy még egyet belevágnék, az már nagyon hosszú videó lenne. De ez most nagyon jó, 4 pont kell már csak a bajnoki címhez. Ugye eddig kicsit rosszabbul álltunk, hát 5 meccs, 4 pont az meg lesz, én azt biztosra mondom nektek. Úgyhogy ez a videó most kb. Ennyi is lett volna, de még a csapatomat fejleszteni fogom, és most garantálom, hogy a következő Ultimate Team rész az hamarabb fog jönni, mint az a szünet, ami most volt ez a két rész között. És szerintem, mivel csak 1600 zsetonom van, abból nem tudok semmit se fejleszteni, úgyhogy ezt a videót itt most be is fejezem. Remélem tetszett nektek ez a videó, hát elég gólgazdag meccsek voltak az egyszer biztos. Nagyon érdekesek voltak, tényleg egy élmény volt őket játszani, kellett küzdeni is, meg minden. És hát akkor ennyi is lett volna ez a videó, ha tetszett a videó, akkor nyomtok egy lájkot, iratkozzatok föl, nézzétek meg a Facebook oldalam, ott van a leírás legfőső sorában, és hát akkor sziasztok!